Csordás Koppány három éves. Fiatal ellenére már sok megpróbáltatáson van túl. Négy hónapos korában nyitott gyomor műtéten esett át, azóta csak csövek és fecskendő segítségével táplálható. 16 hónapos korában pedig egy életmentő szívműtétet kellett végrehajtani rajta, addig csak feküdni tudott a műtét, óta viszont a különböző fejlesztő foglalkozásoknak köszönhetően lábra tudott állni. Koppány többféle fejlődési rendellenességgel született, melyeknek a pontos okát máig nem tudják az orvosok. Az ultrahang során kiderült, hogy nincs áramlás a ezért egy sürgősségi császármetszést hajtottak végre, és akkor derült ki, hogy koppányon hát számtalan fejlődési rendellenesség van, és hát születésekor még voltak olyanok, amiről nem tudtak. Tehát volt, hogy egy hónapos korába derült ki, például a szívbetegsége. Koppány mindezek ellenére, mint a képeken is látszik, életerős, élni akaró fiú. Hetente több mint öt alkalommal hordják szülei kezelésekre és fejlesztésekre, közel 30 különböző orvoshoz és terapeutához az ország több pontjára. Szülei azt mondják, folyamatosan fejlődik a foglalkozásoknak köszönhetően, ám ezek jelentős költségekkel járnak, amit a család már nem tud finanszírozni, és már a család rokonainak, barátainak a segítsége is kevés. Atya! Ezért Koppány szülei létrehoztak egy alapítványt, ahova támogatásokat várnak. Az alapítvány célja igazából Koppány rehabilitációja, fejlesztése, orvosi ellátása és neki a, hát a jövő megteremtése. A legfontosabb az lenne, hogy egy megfelelő otthon kerüljön koppány feje fölé, így a családnak nem kellene átmeneti helyeken élnie. De mint a szülők mondják, bármilyen támogatásnak örülnek. Jelen pillanatban a téli tüzerőre sincs pénzük. Segítséget kérnek, mert hiszik, koppányból teljes értékű ember válik majd.